Interneten semmiképpen ne vásároljanak gyors tesztet. A gyors tesztekkel is az a helyzet, hogy ezek nem egyéni felhasználásra alkalmasak, nem is engedélyezettek erre a célra. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs egyik sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy ne vásároljunk interneten koronavírus tesztet, mert egyrészt nem tudhatjuk, hogy honnan származik, hiszen több hamisított COVID-tesztkészletet is lefoglalt már a rendőrség, másrészt a gyors teszthez is elengedhetetlen az orvosi szakértelem. Bár Magyarországon hivatalosan háromfajta teszttel dolgoznak, az interneten ennél jóval több fajtát, vagy ezek hamisítványait is árusítják. Hegedűs Gyula gyógyszerész azt mondja, magánúton beszerezni a tesztet elég kockázatos. Sokan visszaélnek az emberek jóhiszeműségével, és kihasználják a vírushelyzet adta csalási lehetőségeket. Nagyon kell vigyázni. Én személyesen is találkoztam olyan lehetőséggel, hogy hamis tesztet vásárolhattam volna. Megkerestek ezzel, de mivel nagyon sok kérdésem volt, és nem tudták bizonyítani, hogy ez a teszt honnan származik, és hogy jó minőségű, ezért lebuktak, és elmaradt a nagy üzlet a részemről. Hegedűs Gyula is azt javasolja, hogy mindenképpen avassuk be házi orvosunkat, ha szeretnénk tesztet csináltatni. A legpontosabb és legdrágább teszt a PCR-teszt, ezt használják főleg az egészségügyben. Ha nem indokolt és nem az orvos írja elő, akkor ennek hatósági ára 20 ezer forint körül mozog. Másik működő teszt az antigénteszt, ami már nem annyira pontos. Például, ha az antigéntesztnek negatív az eredménye, azt egy PCR-teszttel ellenőrzik. A harmadik legolcsóbb, de legmegbízhatatlanabb teszt a rapid COVID-teszt. Pillanatnyilag az OGI egyik közleménye alapján azt tudom mondani, hogy még az van érvényben, hogy a gyógyszertárak nem árulhatnak ilyen teszteket. Nem is könnyű árulni egyébként őket, mert a tesztek többsége blokkokban van árulva, tehát nem tudom, hogy 25 teszthez van egy darab futtató folyadék. Egy ilyen 20 darabos gyors tesztcsomag az egyik internetes oldalon 240 ezer forintba kerül. Az elmúlt időszakban már több mint 2000 olyan internetes linket találtak a nyomozók, ahol valamilyen koronavírushoz köthető hamis eszközt árultak. Így az a legjobb, ha észben tartjuk Müller Cecília intelmét. Ne vásároljanak magánúton tesztet, és ne folytassanak otthonukban öndiagnózist.